Több, mint sport. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége szlogenjüknek megfelelően ismét életre hívták Tatán a már hagyománynak számító programjukat. A Szabó Szónya Parabocsa Emlékverseny és Paraképzőművészeti Biennálé a sportot és a művészetet összekapcsoló olyan duális rendezvény, ahol a két terület egymással karöltve, de önállóan is értékesen mutatkozhat meg. A Több, mint sport szlogenünk, illetve a mögötte lévő programok egy inkluzív programot jelentenek. És egyik részt, másrészt pedig azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek, lehet legyen fiatalok vagy idősebbek, még milyen más dolgot végeznek az életükben, mint a sport. Tehát nem mindenkinek csak a sport az életében az elsődleges, hanem mellette sok más, és pontosan erre szól a mai eseményünk is, a Szabó Szónya Bocsa Fesztivál, illetve a képzőművészeti kiállítás. Immáron harmadik alkalommal mérték össze tudásukat az ország különböző területéről érkezők a Szabó Szónya Parabocsa Emlékversenyen. Szabó Szónya alapítója és aktív játékosa volt a Tatabányai Humanitas Ese Bocsa szakosztályának. Több dobogós helyezése mellett 2011-ben magyar bajnoki címet nyert. Összesen 6 bocsa csapat érkezett és 61 versenyzővel. Hát nagyon várták már ezt a lehetőséget, hiszen másfél éve nem tudtak se edzeni, se játszani. Szegedtől Szombathelyig érkeztek versenyzők, illetve Budapestről, Tatáról vagy meg csapatok. A bocsa eredetéről többféle elképzelés létezik. Egyes vélemények szerint a bocsa elődjének is tekinthető labdajátékokat a rómaiak a görögöktől lesték el. Valószínűbb azonban, hogy ennek a játéknak a gyökereit a francia pötank játékban kell keresni. A sportágat olyan emberek számára találták ki, akik súlyosan mozgássérültek. A bocsát 6 piros, 6 kék és egy fehér labdával játsszák. A mérkőzéseket egyéniben, párosban vagy csapatban űzik. A verseny célja, hogy a színes labdákkal eltalálják a célgolyót. Külön köszönöm a meghívást a Szabó Szónya harmadik emlékversenyen, ami egyébként most rendhagyó egy picit, mert itt a Covid miatt nagyon-nagyon hosszú idő kimaradt, úgyhogy igazából itt most egy nemi verseny, inkább ilyen gyakorlás, inkább, hogy együtt legyenek itt, akik boccsáznak. Ez a boccs, ez egy labdajáték, amit tudnak játszani a kerekesszékesek is, a segítőik is, ki kézzel, ki pedig akár fejjel egy ilyen speciális eszközzel tudja dobni, gurítani a labdát. Nem csak gyakorló sportolókat láthattunk június 12-én a Günzner Aréna városi sportcsarnokban. Voltak, akik most ismerkedtek meg az érdekes és izgalmas golyósportággal. Mindig abban gondolkozunk, hogy egy kicsit többet próbáljunk adni annál, mint hogy szimpla sportversenyeket rendezünk. Nyilván a sportversenyek önmagukban is rettenetesen fontosak, de hogyha valamilyen plusz üzenettel bírnak, az helyes és fontos. És az, hogy ma olyanok is versenyeznek, olyanok is sportolnak, akik nem feltétlenül sportolók, hanem egész egyszerűen csak érdeklődnek a közösség, meg a közösségben sportolás iránt. És közben meg tudjuk mutatni azt, hogy fogyatékos emberek is milyen nagyszerű művészeti alkotásokra képesek, akkor szerintem többet nyújtunk annál, mint egy sportverseny. Ezért aztán ez egy nagyon fontos esemény minden évben számunkra. Nagyon büszkék vagyunk, hogy immár hagyományt teremtettünk belőle, és nagyon bízunk abban, hogy minél több emberhez eljut az az üzenet, amit oly sokszor mondunk és oly fontosnak tartunk. Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. Akár a művészetben, akár a sportban be lehet bizonyítani, hogy fogyatékosként is a győztesek oldalára lehet állni. Nagyon kíváncsian várom, én is be fogok szállni a versenybe, illetve lesz egy csapat, akikkel majd dobálgatok. Nem tudom pontosan, én sem játszottam még ilyet, azt tudom, hogy hasonlít ez a pötank nevű francia verseny, vagy francia labdásporthoz. Úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy fogok teljesíteni, de igazából mondom, ez nem verseny, hanem inkább egy edzés. Jobban izgulok, mert azért úgy gondolom, hogy a focit azt már jobban begyakoroltam, mint ezt a sportot, úgyhogy természetesen izgulok, úgyhogy, de kíváncsi leszek, hogy tudok, polgármester úr is így van, az ő teljesítményre is kíváncsi vagyok, de mondom, ez igazából csak egy gyakorlás lesz, talán még a szabályok sem lesznek annyira kötöttek, mint egy rendes verseny, de igen, izgulok. Még nagyon sokat kell gyakorolnom, ez egy nagyon izgalmas, aranyos játék, ez a bocsa. Ugye a pötankhoz hasonlít, amit szoktunk játszani, úgyhogy de hát gyakorolni kellene. Viszont a csapattársaim kiválóak voltak, úgyhogy majdnem megnyertük a
mérkőzést. Még nem bocsáztam, úgyhogy izgatottan várom, hogy hogyan fog sikerülni ez a mérkőzés, de nagy örömmel jöttem el és veszek részt rajta, és örülök, hogy résztvevőként is lehetek, nem csak szemlélődőként, mert szerintem az integráció így tud megvalósulni igazán, ha mi is részt veszünk ezekben az eseményekben. A bocsát először 1984-ben játszották paralimpián. A játékot a paralimpiai játékokon csak a központi idegrendszerükben sérült sportolók játszhatják. A koronavírus járvány miatt tavalyról idénre halasztott olimpiát a tervek szerint július 23-ától augusztus 8-áig rendezik meg, a paralimpiára pedig augusztus 24-e és szeptember 5-e között kerül sor. Úgy gondolom, hogy talán most már az elkövetkezendő 3 hónapban nem történik olyan, ami meggátolná azt, hogy a paralimpia sikeresen lezajlódjon Tokióban. Augusztus 24-én lesz a megnyitó ünnepség, bízunk benne, hogy nem kerül sor a paralimpia és persze az olimpia elhalasztására. Nagyon erős és büszke csapatunk van és lesz, még gyűjtögetjük a kvótákat. Én azt hiszem, hogy egy nagyon büszke csapattal fogunk kiutazni, és nagyon sok büszkeséget fogunk okozni Magyarországnak. 20 éremre, közte 4-6 aranyéremre számítok. Hiába az egy év halasztás, a célok ugyanazok. Jelenleg 33 kvótája van a magyar paralimpiai csapatnak. Azt gondolom, hogy egy picit kisebb lesz a csapat, mint Rióban volt, viszont sokkal erősebb, 5 sportágban van aranyérem esélyünk. Mindent megteszünk, hogy a felkészülő során segítsük a versenyzőinket, és bízom benne, hogy valóra fogják váltani az álmaikat a sportolóink, és érmekkel, aranyérmekkel fogunk hazatérni szeptember 5-én. Nagyon fegyelmezettek a sportolóink, és a céljaikat nem gátolt az, hogy egy évvel eltolták a paralimpiai játékokat, sőt, van, akinél még ez előnyt is jelentett, ez az egyéves nyugodt felkészülés, hiszen nem volt versenyekkel megbontva, és például erre nagyon jó példa Eckler Luca, aki most világcsúccsal nyerte meg az atlétikai Európa-bajnokságon a 400 métert is, és a távolugrást is. Vannak még tartalékok, így készülünk Tokióra. A Szabó Szonya Parabocsa emlékversenyt és paraképzőművészeti biennálét 2017-ben rendezték először. Mi ezt a rendezvényt, amikor Szonya édesanyja Helga megkeresett bennünket, akkor még csak bocsáról beszéltünk, de Szonya élete egyből adta azt, hogy ezt a kettőt össze lehet kapcsolni, és főleg olyan körülmények között, mint itt adán a sportcsarnokban, hogy megy a verseny, de már kim van több mint 50 alkotása az előcsarnokban, és megtekinthetők, és délután azzal folytatjuk a eseményeket, és egyre népszerűbb lett, nem csak mi foglalkozunk ezzel, hanem mások is próbálkoznak azzal, hogy összekapcsolják a sportot és az egyéb tevékenységeket, az egyéb megjelenési lehetőségeket, láthatva azt, hogy ezek az emberek mennyire színesek, mennyire sok mindennel szeretnének foglalkozni, és mi pedig úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell jeleníteni, láthatni a magyar társadalommal, hogy nagyon fontos és értékes emberekről van szó. Néhány évvel ezelőtt az előzőn kicsit többen voltunk már, mint ami a bocsa sportágat illeti, de hát ez most köszönhető annak, és nagyon örülünk, hogy ennyien részt vettek, és már ennyien oltottak, és részt tudtak venni a versenyen, és kimozdulhattak otthonról, mert már nagyon nagy szükség volt rá itt az elmúlt 16 hónap, majdnem másfél év, azért megfogott bennünket. Gyakorlatilag Zalaegerszegtől, Miskolcig, Győrtől, Szegedig vannak versenyzők és alkotók is, tehát gyakorlatilag az egész országból érkeztek. Hát több mint 100 alkotás érkezett be. Itt Tatán most az 51 legjobbat, amit egy szakértő zsűri bírált el, azok kerültek kiállításra. Magyar Paralimpiai Bizottság elmondata az, hogy fogyatékosnak lenni nem jelenti azt vesztesnek lenni. A fő tevékenységünk az a sporttevékenység, és nyilván innen indul ez a mondás, de azt gondolom, hogy ez a mondás teljesen alkalmas a képzőművészetre is, mert igazából teljesen mindegy, hogy ki milyen célt talál magának, ki milyen célt tűz ki magának, és abban próbál eredményeket elérni, akkor ő csak győztes lehet, és akkor ez a jelmondat abszolút érvényes így minden területre. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége, Tataváros Önkormányzata és a Humanitas SE pályázati felhívása fogyatékossággal élő amatőr és hivatásos művészek számára a Szabó Szonya Paraképző Művészeti Biennálé kiállításon való megjelenés. A pályázat célja, hogy megmutassák a fogyatékossággal élők körében rejtőzködő tehetségeket. Szabó Szonya a városnak egy olyan szülötte, akire nagy-nagy szeretettel emlékezünk. Szonya igazi példaképe annak, hogy valaki a
normális életben úgy tűnik, mintha abszolút alkalmatlan lenne bármire is, ennek ellenére Szonya teljes életet tudott élni kerekesszékben, csak úgy, hogy az egyik kezét tudta egy picit mozgatni, és a száját. A beszéde is nehezen volt érthető, de szenzációs jókat lehetett vele beszélgetni, csodálatosan írt, és fantasztikus sportoló volt, és fantasztikus ügyes művész, aki pontokból rakta össze a világot. És ez egy szép jelképe is annak, ahogy ő élt, hogy kicsi, rengeteg kicsi erőfeszítésből kellett neki az élet minden apróbb részletét is megoldania. De a házuknak a megtervezésétől, a kertnek a megtervezésétől, a berendezésen keresztül mindent maga csinált édesanyjával és édesanyjának segítve, tehát egy csodálatos életet élt. Na, ráemlékezünk ebben a Biennáléban, ráemlékezünk a boccia versennyel, mert kiváló boccia játékos volt, ráemlékezünk a képzőművészeti kiállítással és pályázattal. Szívből gratulálok a győzteseknek, a díjazottaknak, de azoknak is, akik beadtak erre a pályázatra alkotást, mert az a jó érzése van az embernek, hogy Szonya nem véletlenül küzdött ennyit az élettel, mert olyan példát mutatott a vele hasonszörűeknek is, hogy igenis van értelme, a küzdelemnek van értelme újra és újra beadni ezeket a pályázatokat és alkotást megmutatni magunkat a világnak. Szabó Szonya 2016-ban 38 évesen elhunyt súlyosan mozgássérült tatai képzőművész saját stílus teremtve alkotott. Tagja volt a Szájjal és lábbal festők nemzetközi szervezetének. Gyermekként több hazai és nemzetközi díjat nyert. 2013-ban Komárom-Esztergom megye Prima díjasa lett. Kidolgozott magának egy sajátságos technikát, festőknél ez alkalmazott amúgy, de ő filccel dolgozott, mert avval tudott legtisztábban dolgozni, illetve legkönnyebben, és pontozásos technikával. A világon nem sok, főleg nem szájjal festő alkalmazza ezt a technikát, illetve rajta kívül senki sem volt, aki ezzel dolgozott, ezzel az eszközzel. A képeit rögtön felismerték, amikor kiküldték az országba ezeket a képeslapokat, naptárakat, mert aki ismerte már, az ránézésre tudta, hogy ezt ő alkotta. A legutóbbi témákban nagyon eluralkodott a lepkék szeretete, a sokszínűségen, ő nagyon szeretett a színekkel játszani, illetve a tatai képei is voltak, próbálkozott más technikákkal is, vegyes technikával és olajjal is festett, és akvarellel is. Az idei Biennálén 27 alkotó 57 képét láthatták az érdeklődők a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok aulájában. A zsűri döntése alapján a Biennálé kiállítói közül 10 alkotó díjazásban is részesült. A Magyar Paralimpiai Bizottság nagylelkű felajánlásának köszönhetően 5 külön díj is átadásra került. A kiállításra beválogatott képek alkotóit a szervezők és a zsűri tagok elismerő oklevéllel díjazták. Nincs meghatározva, hogy milyen témába kell beküldeni alkotásokat, illetve a téma sincs kiírva, se a technika. Mindenki, amivel szeretne, azzal nevezhet. 27 alkotónak az 57 képe van most kiállítva. A 27 alkotóból 4 visszatérő mindegyik versenyen indult, illetve kiállításon. Szabó Szonya elfogadta a sérülését, nagyszerűen viselte, és soha senkit nem hibáztatott érte. Meg akarta mutatni másoknak is, hogy ezt az állapotot nem szabad elrejteni, inkább ki kell hozni belőle a legjobbat. Erre is buzdít az emlékverseny és a kiállítás. Nem szabad elbújni, hanem meríteni kell mindenkinek abból, ami számára megadatott. Szonya mindent megvalósított abból, amit elhatározott. Ez az, amiben még mindig példát tud nekünk adni, főként most, amikor a világjárvány miatt sokan hitüket vesztették. Szonya tényleg az általa választott mottója szerint élt. Az élet szép és szeretni jó. Lisztválasztás, kovászolás, természetes alapanyagok és a sütés praktikái. Már a házi kenyérkészítéshez is kaphatnak szakmai segítséget Tatán azok az érdeklődők, akik a forrásbevásárló közösség rendszeres vásárlói. A házi és őstermelői termékeket előnyben részesítő csoport egy helyi műhelybe szervezett látogatást. Ki az, aki sütött már kovásszal? Oh, jó. Okay.
Néhányan már próbálkoztak vele, még sokan kezdőként jelentkeztek arra a tanfolyamra, amely a kovászos kenyér készítésének rejtelmeibe hivatott bevezetni az érdeklődőket. Sok minden szól a házi kenyér készítése mellett, sokan a családtagokon vették észre, szívesebben eszik azt, amit ők maguk sütöttek otthon. Azért érdeklődtem, vagy azért szerettem volna egy ilyen workshopon részt venni, mert több mint egy éve, tehát még a vírus előtt kezdtem el kovász készíteni és kovászos kenyeret sütni, így internetes forrásokra alapozva, és hát vannak kérdéseim, elég sok pont van, ami sikerül, és jó kenyereket sütök, és a család azt teszi már több mint egy éve, de azért úgy érzem, hogy van egy csomó homályos folt, amikre talán választ kapok. Pont azt érzem, hogy nem olyan bonyolult, mint, legalábbis lehet, hogy nagyon rosszul csinálom, de én pont úgy érzem, hogy nem olyan bonyolult, mint amilyennek gondolják az emberek. Egyrészt, ha megnézzük, hogy régen a nagyszüleink, dédszüleink így készítették a kenyeret, és mindenki meg tudta csinálni, és mindenki ezt tette, akkor az is azért szerintem egy kapaszkodó, hogy ezzel tudunk foglalkozni, meg tudjuk mi is csinálni. Másrészt én azt látom, hogy ha 12 órát keresztem, ha 24-et, abból is kenyér lesz. Maximum nem olyan tökéletes kenyér, de kenyér és ehető, és még mindig egészségesebbnek tartom, mint amit a boltban megveszünk. Érzem a különbséget így utólag is, hogy más a közérzetünk. Például a gyerekeim kicsik, és ők a bolti pékárút maximum frissen eszik meg, de akkor is inkább félreteszik, és más tesznek a tányérról, viszont a kovászos kenyeret azt teszik. Tehát abból kérnek, azt mondják, hogy anya kész, akkor ha kihűlt, akkor kérek. Karch Anett, a műhely tulajdonosa, akárcsak a résztvevők először hobbiként kezdett foglalkozni a kovászolással. A tanfolyamokat azért indította, hogy másoknak segítsen, és felhívja a figyelmet a hagyományos módszer előnyeire. 2017-ben indult a Sütni Kék Gasztro műhely, először csak hobbi szinten. Elkezdtem kísérletezgetni kovászos kenyerekkel és egyéb péksüteményekkel, és aztán egyre több időt és energiát fektettem ebbe, elvégeztem egy pékiskolát, először csak barátoknak sütöttem, és akkor úgy láttam, hogy erre egyre nagyobb igény mutatkozik, meg egyre jobban is éreztem a tésztákat, és tulajdonképpen idén januártól vált ez hivatalossá, tehát idén januártól, illetve februártól szereztem meg azokat az engedélyeket, amik az értékesítéshez szükségesek, és akkor így a nagy közönség számára is meg tudtam nyitni a műhelyt. A kovászos kenyerek és péksütemények értékesítésén kívül foglalkozom tanfolyamok tartásával is. Maga a kenyérsütés az nem itt zajlik, itt csak a tanfolyamokat tartom, de mivel most ez egy ilyen kis nyílt nap, beszélgetünk a kovászról, a kovászos kenyerekről, illetve hát kóstolhatnak majd a jelentkezők kenyereket is. Ez a helyszín, ez ideálisabb erre. Nagyon-nagyon sokan űzik ezt és megtanulták, tehát ez egy teljesen elsajátítható történet, nem kell tőle félni. Kicsit szokatlanabb, mint az élesztős tésztával való munka, kicsit ragacsosabb is, hosszadalmasabb, ugyanakkor nem igényel annyi munkát, mint amennyit az ember elsőre gondol. Tehát sokáig kell vele foglalkozni, sokszor keveset, de hát a végeredmény önmagáért beszél, és hát már egy pár tanfolyam résztvevő szerintem tudná ezt bizonyítani, hogy meg tudtak otthon tanulni kenyeret sütni, úgyhogy nem ördöngösség. Én azt szoktam javasolni, hogy mindenképpen egy egyszerűbb kovásszal indítson, minden tanfolyam résztvevő kovásszal tér haza, egy edzett erős kovásszal. Én nem szoktam a nulláról elkezdeni a kovász készítés tudományát megtanítani, mert elég sok kudarc érheti így az embert. Szerintem sokkal jobb, hogyha egy életképes kovászt kapnak a résztvevők, és azt megtanulják életben tartani. Én általában egy fehér kovászt adok, ami abszolút egy normál félbarna vagy fehér típusú kenyér készítésére alkalmas, és aztán abból, amikor majd picit bátrabbak, rutinosabbak a háziasszonyok, akkor majd kiléphetnek a komfortzónájukból, és kísérletezhetnek másfajta kovásszal. Ugyanis itt az a lényeg, hogy ha van egy edzett kovászkultúránk, akkor azt bármilyen kovásszá át tudjuk nevelni. Tehát ha valaki a teljes kiörlésű kovászokat kedveli, akkor teljes kiörlésű lisztekkel etetik. Tehát különbség tulajdonképpen abban van, hogy milyen lisztel etetjük, illetve milyen sűrűségűre, milyen keménységűre etetjük. De ezek már nagyon a részletek, és ugye az ördög az részletekben rejlik, tehát a rutinosabbak már egy picit elmélyedhetnek ebben a témában. Nyilván ezt nehéz megállapítani, hogy mitől erős egy kovász. Minél többet foglalkozik vele az ember, minél többet eteti, ez nem egy szakkifejezés, de
így szoktuk hívni a kovász frissítését hétköznapi nyelven. Tehát minél többet foglalkozik vele az ember, annál jobban meghálálja ezt a kovász, mint általában minden élőlény. Tehát mindig frissíteni kell, nem szabad elhanyagolni, nem szabad hagyni elgyengülni. Ugye elég sokféle lisztet lehet kapni, hál' Istennek most már a boltokban, tehát kísérletezhetünk különböző lisztekkel, kísérletezhetünk azzal, hogy mi kerül a kenyérbe, a pirított magoktól kezdve a pirított hagymán át, egészen az aszalványokig, dió, mogyoró. Itt most igyekeztem olyan kenyereket hozni a résztvevőknek, ami egy picikét eltér a hétköznapi kenyerektől, tehát tényleg nagyon széles a skála, és hát lehet vele például péksüteményeket is készíteni, az meg már megint egy különlegesebb és mondjuk nagyobb rutint igénylő dolog. Eredetileg tanára végzettségem, nyelvtanár vagyok, és ezt a tanári vénámat ezt az évek alatt nem sikerült elnyomni, és mostanra úgy gondoltam, hogy ez a kettő, tehát ez a kreatív szakma és az én tanári vénám, hogyha ha találkozik egymással, akkor abból jó dolog tud kisülni, és hát nagyon élvezem, úgyhogy mindig nagyon nagy öröm, amikor úgy térnek haza a résztvevők, hogy sikerélményük van, kicsit helyre tudtunk valamit tenni a fejükben, illetve nagyon, nagyon örülök, amikor kapom vissza a fényképeket pár hét múlva, hogy na most ezt sikerült a kovászból készíteni. A tanfolyamok azok folyamatosan mennek, ugye most a Covid ebben is egy kicsit hátráltatott, de nyártól újra lehet majd jelentkezni, általában havonta két tanfolyamot szoktam tartani. Többnyire kezdő kovászoló, de aztán a kezdők utána jönnek, hogy akkor legyen egy haladó is, legyen péksütis is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, nem kell elmenniük egy pékiskolába ahhoz, hogy egy kicsit betekintést nyerjenek a pék szakmába, és aztán otthon ezt kamatoztathassák. Úgyhogy rendszeresek lesznek ezen túl ezek, reméljük. Workshop rendszerről még azért nem beszélnék, bár de jó lenne. Alapvetően az az igény hozta életre, hogy a Covid utáni, tehát miután elhagytuk a piaci tevékenységünket, vásárló és termelő között a kapcsolat az, hát ilyen értelemben, ha nem is megszűnni, de megszűnni látszott, és akkor találtuk ki, hogy valahogy ezt fel kéne frissíteni, nyilván a jogszabályoknak megfelelően, és akkor találtuk ki, hogy az egyébként hagyományosan megrendezendő termelőlátogatást, az bővítsük, és vonjuk be magukat a fogyasztókat is, a vásárlókat is, és akkor így született meg annak az ötlete, hogy csináljunk egy workshopot. Pont tudtunk még elegendő helyet biztosítani mindenkinek, de nagyon úgy néz ki, hogy nagyon nagy az igény erre, teszem hozzá jogosan, hiszen tényleg olyan jó információk fognak elhangozni itt a mai nap folyamán, amit azért nem mindenhol talál meg az ember. Tataváros önkormányzata 2021 márciusában írt ki országos építészeti tervpályázatot Tata szíve elnevezéssel. A tervpályázat célja az volt, hogy a vállalkozókedvű tervezők újra gondolják a Magyari Zoltán Művelődési Központ és a volt rendelőintézet épületét, valamint a Várkanyarban elhelyezkedő környező területeket. A kezdeményezést kiemelkedő országos és szakmai érdeklődés kísérte, az eredményeket június 17-én hirdették ki a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Az országos tervpályázatra 25-en küldtek be pályaműveket, melyekből végül 22 volt szabályos és érvényes. A 9 tagú zsűri 6 munkát részesített kiemelt elismerésben. A legjobbnak végül két tervezőiroda közös alkotását ítélték meg. Építészként az ember ezt a fajta, hogy mondjam, formát szereti a legjobban. Tervpályázaton az ember kap egy programot, de utána szabadon beleélheti magát a dologba, és persze van, hogy sikerül eltalálni azt, amit keresnek, és van, hogy nem, de mi mindig indulunk pályázatokon, amiről csak tudomást szerzünk, és most pont úgy jött ki az idő, az energia, hogy nagy erőkkel tudtunk ebbe a pályázatba részt venni. A pályázatról egyébként tervpályázatokról a fórumokon, kamara honlapján lehet tájékozódni, tehát mi is innen tudtunk róla. Mennyire volt nagy kihívás az, hogy itt két épület, és ugye a két épület közötti zöld területet is át kellett tervezni, szervezni, és mik voltak a legfontosabb szempontok, amiket szem előtt tartottak a tervezés során? Én azt gondolom, hogy pont ez volt az, ami nagyon tetszett nekünk ebbe a pályázatban. Tehát az, hogy itt nem csak egy házzal kell foglalkozni, hanem egy tágabb városi környezettel is
egyrészt a tágabbat az alatt is értem egy picit tágabban tatával, tehát érteni, hogy ez a városban ez a tér hol van és hogyan van és miért, mi a fontos itt, de olyan értelemben is, hogy itt egy köztér, komoly köztértervezési feladat is volt. Tájépítész kollégákat, a Garten stúdiót vontuk be, és velük közösen gondolkoztunk így térben, városban, házban, és pontosan ez volt a nagyon izgalmas. És hát jó volt az, hogy mindkét házzal lehetett foglalkozni, mert ezt a teret, ez a két ház a váron kívül, ami nyilván úgy, ahogy van, ez a két ház határozza meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez pont emiatt nekünk nagyon, nagyon kedves volt ez a pályázat. A csapat az sok emberből áll, az építész kollégákból 6-7 foglalkoztunk vele, tájépítészek pedig másik 4-5 vannak budapestiek, vannak vidéki városokból jöttek. Egy kolléganőnk itt tanult tatán, úgyhogy ő tőle mindig kérdeztük, hogy akkor ez hogy is volt. Sokszor jártam már tatán, és igazából mindig rabul ejt valamiért, tehát nagyon-nagyon szeretem ezt a várost. Nem laktam itt sosem, de azt gondolom az ember idejön látogatóban, volt, hogy itt töltöttünk egy hosszú hétvégét ilyen családdal, szóval így, és így vissza-vissza jövünk, mert valahogy van egy varázsa annak az egésznek. Az ember mindig nagyon bízik benne, hogy hát, ha nyer valamit, és akkor az a rossz, hogy olvassák fel a díjakat, hogy akkor a harmadik díjat se, akkor a másodikat se, és akkor most mi lesz, most akkor az elsőt nyertük, vagy semmit, és hát nyilván az nagyon, amikor az ember megnyeri az első díjat. Azt szokás mondani ugye mindig, hogy a zsűri nehéz helyzetben van. Most igazából részben nehéz helyzetben volt, mert hogy 22 munkát kellett értékelni, ugyanakkor pedig könnyű helyzetben volt, mert abszolút egyhangúan ez a pályamunka pozitív támogatást kapott. Talán azért a város szempontjából mindenképpen, mert hogy egy praktikusan kigondolt, a hagyományos íveket is megtartó, de ugyanakkor nagyon sok jól és könnyen fenntartható újdonságot hozott a meglévő állapothoz. A teret nagyon-nagyon szépre találta ki, és nagyon praktikusan jól használhatóra találta ki. Az anyaghasználat szintén azt segíti, hogy a megvalósíthatóság nem valamilyen álomba marad, és valami a távoli jövőben, hanem praktikusan van esély arra, hogy hát ugyan a mai drága építkezési környezetben is azért egy megvalósítható azokat a belső tereket, amit kértünk, hogy mind a művelődési házra, mind a régi rendelőre alkosson meg. Ott is egy nagyon visszafogottan, de praktikusan és okosan gondolkodó, és egy szintén a jól használhatóságot figyelembe vevő terv született. Látható az, hogy egy nagy csapat tervezte, hiszen az apró részletek is jól kivoltak dolgozva a terve. Voltak olyan pályázatok, ahol azért kicsit elnagyoltak voltak bizonyos részletfeladatok. Mind a közlekedési, mind a térhasználati és mind a várhoz való kapcsolódási pontjai ennek a győztes pályamunkának jól sikerültek. Úgyhogy szívből gratulálok nekik is, meg nagyon örülök, és majdnem azt mondtam, hogy magunknak is gratulálok, de tataiaknak mindenképp. Hálásan köszönöm Bencsik János országgyűlési képviselő úrnak a támogatását és a segítségét. Az ő ötlete volt, hogy a Lechner Tudás Központtal és a miniszterelnökséggel együttműködve írjunk ki országos tervpályázatot. Ez nagyon jól sikerült, láthatóan az országban sokakat megmozdított ez a pályázati kiírás, és képviselő úr munkájának köszönhetően a fedezetet is megszerezte erre a magyar kormánytól, amit szintén hálásan köszönünk a magyar kormánynak, hiszen az a 200 millió forint, amit ennek a térnek, a művelődési háznak és a rendelőintézetnek a tervezésére, a munkák előkészítésére, tervek teljesítételére egészen a kiviteli tervig el tudunk most készítetni, és ezt követően pedig, ahogy képviselő úr 4 évvel ezelőtt már megígérte nekem, amikor országgyűlési képviselővé választották őt is a tataiak, hogy a művelődési ház ne legyen szégyenfoltja a jövőben már Tatának, hanem végre elindulhasson a felújítása. Az erre való állami támogatásnak a reményét is megfogalmazta, tehát ha készen vannak a tervek, ha megvan a közbeszerzés, akkor jó eséllyel az államtól kapott támogatásból el is indulhat ennek a fejlesztésnek a megvalósítása. Az eredményhirdetés után a pályaműveket a nagy közönségnek is bemutatják. Ezeket június végéig tekinthetik meg a Magyari Zoltán Művelődési Központ emeleti kiállítóterében.
Több hónapos előkészítő munka után nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Kuni Domokos Múzeum Vármúzeumában a Dobroszláv Lajos emlékezete című és a mester életművének több időszakát is bemutató kiállítás. A múzeum maga is számos, kiemelkedő alkotást őriz az 1942-től Tatán élő és dolgozó festőtől, de a korábbi lakossági felhívásnak köszönhetően olyan darabokat is sikerült kölcsönözni, amik hivatalosan még sosem mutatkoztak be a nagy közönség előtt. Talán véletlenszerűen tűzte most a kiállítási tervének a műsorrendjébe ezt a kiállítást a Tatai Múzeum, hiszen konkrét évszám, dátum nem kötődik ehhez az alkalomhoz. Talán az vezette a gondolatainkat, hogy a hosszú karantén időszak után valami olyasmit készítsünk a tataiak számára, ami bizonyára érdeklődésre tarthat számot, ami gyakorlatilag közügynek számít. Dobroszláv Lajos művészete a városhoz igen-igen szorosan kapcsolódik, mert városképeket festett, mert itt élt évtizedeken keresztül, mert az életművével olyan áldozatosan szolgálta ezt a várost, és annyira kötődött ide. Neki valóban élő kultusza van itt a városban. Ehhez képest kellett a kiállításon egy kicsit újat nyújtani, tehát mindenképpen olyan képeket szerettünk volna megmutatni, amik nem biztos, hogy voltak kiállításon. Meg szerettük volna szólítani a város közösségét, akik nagyon nagy örömmel és megbecsüléssel őrizgetik a lakásaik falán a mesternek az alkotásait. 25 kölcsönző partnerünk van itt a kiállításon, kis részben közintézmények, és nagy részben pedig azok a magánszemélyek, akiknél valóban gyönyörű alkotások vannak, és ezek igazából lappanganak egészen odáig, amíg kiállításra nem kerülhetnek. Különös szerencse, hogy készült egy katalógus is, inkább könyvnek nevezném, tehát egy nagyon komoly kiadvány, amelyik megőrzi ezeknek a képeknek az emlékét akkor is, amikor nyár végén a kiállítást majd lebontjuk. A kiadvány hát külön figyelmet érdemel talán, de maradjunk csak most a kiállításnál. Ahogy ezt szokás, a klasszikus művészeti kiállítások hagyományát követve kronológiai rendben rendeztük az alkotásokat, és ezzel párhuzamosan megpróbáljuk bemutatni a mester életművét, ami elkezdődik úgy, mint egy klasszikus művészpálya, olajfestményekkel, életképekkel, tájképekkel, az őt akkor még felső gallán körülvevő világnak az ábrázolásával, a jeleneteivel, és aztán, ahogy a történelem, mint díszlet megváltozik az ő háta mögött, és bizony nagyon erőteljesen befolyásolja az életművet, ezzel párhuzamosan a festészete is megváltozik, és végül is egy olyan témát és egy olyan műfajt választ, ami nagyon csendes műfaj, nagyon kamara műfaj, az akvarellekről beszélünk, és ugyanakkor technikailag páratlanul bravúros és nehéz. Dobroszláv Lajost a mai napig is a legnagyobb akvarellfestők között tartják számon. A kiállítás tehát ezt az évet követné a klasszikus olajfestményekkel, amelyek közül nagyon szép képeket tudtunk itt kiállítani, olyanokat is, nagy részben, amik még soha nem voltak kiállítva, és jelentős művek, egykor díjnyertes alkotások. A terem, ahol most tartózkodunk, ez pedig már az 1950 körüli éveknek a világa, amikor elsősorban az akvarell festészet határozza meg az életművet, amikor rálép erre az útra, az akvarell festészetével aratott sikereinek az útjára. Gyönyörű városképek vesznek itt körül bennünket, nagyon sok alkotás, nagyon tömötten és nagyon gazdagon látható a falon, úgy is mondhatnám, hogy egy hatalmas dózis, egy kulturális súb itt a kiállításon tartózkodni, végignézni ezeket, és hát csodálatosan felemelkedik itt az életmű ezekkel az akvarellekkel. Talán érdekes lehet, hogy egy vetítés is látható itt a teremben, úgy is mondhatnám, hogy diavetítés, tehát mintha belelapozhatnánk a mester vázlatkönyveibe, amelyeket ő éves szinten akár többet is készített, ezeket mindig a zsebében hordozta, akkor a méretűek is, és ha a vonaton utazott, ha egy táji környezet inspirálta, hirtelen ő azonnal rajzolt, bravúros rajzoknak a sorozatát láthatjuk az 1910-es évektől, amikor még gyakorlatilag gyermek,
egészen az 1970-es, 80-as évekig. Nagyon örömmel készültünk erre a kiállításra. Azt gondolom, hogy a pandémia idején nagyon sokat gondolkoztak minden múzeumban arról, hogy mi lehet az a pont, amivel sikerül ebben a nagyon pessimista, depresszív hangulatból egy pozitív irányba átlépni. És a tavaszi időszakban kezdtük meg ennek köszönhetően ennek a kiállításnak az előkészítését, hiszen Dobroszláv neve nagyon hívó szól Tatán és környékén, nem csak kiváló alkotásai okán, hanem embersége miatt is. A kiállításhoz kapcsolódó katalógus is el tudott készülni a megnyitó időpontjára igazán magas színvonalon. Mindannyiunk számára Dobroszláv Lajos egy kiemelkedő alak a tatai kulturális életben, de nem csak a művészet terén, hanem a múzeumnál is, hiszen 70 évvel ezelőtt ő volt az a személy, akit megbíztak a Tatai Múzeumnak az, ha úgy tetszik, az összeszedésével, hogy mentse meg azokat az értékeket, amik még a fellelhetőek voltak, megmaradtak akár a kastélyokban, akár a piarista rendház gyűjteményében, a Tatatóvárosi Múzeumnak a megmaradt tárgyait katalogizálja. 2 éven keresztül vezette ezt az intézményt is, így ezen keresztül erre a jeles alkalomra is emlékezünk.